A dunaszerdahelyi járásban továbbra is tombol az influenza, a megbetegedések száma még mindig eléri a járvány szintet. A legtöbb beteg 19 éven aluli. Emiatt a járásban eddig összesen 28 oktatási és nevelési intézményt kellett bezárni. A Szent János Egyházi Alapiskolában az influenza miatt február 6-a és 9-e között szünetelt a tanítás. Nálunk a hiányzás az 40-50%-ra is megemelkedett, sőt nem csak a diákok, hanem sajnos a pedagógusok is sorban betegedtek meg, ezért úgy döntöttünk, hogy influenza szünetet rendelünk el. A fél évi szünet után csuktunk be 4 napra, de ez nem olyan nagy mértékű kiesés, hogy bármilyen komolyabb problémát jelentene, vagy ne lehetne szépen fokozatosan bepótolni az elmaradt órákat, illetve hát a tananyagot. Miután még visszajöttünk, voltak azért hiányzók, mai napig is még sajnos akad egy-egy beteg, de azért olyan nagy mértékű hiányzás most már talán nincsen. A neratovicei téri magánszakközépiskolában is kényszerszünetet kellett tartani az influenza miatt. Erre legutóbb 2008-ban volt példa. Február 13-ától 3 napig nem volt tanítás, mert az iskola diákjainak több mint 30%-a betegség miatt hiányzott. Még most is vannak osztályok, ahol sokan hiányoznak. A jelenlegi helyzet az, hogy tanárkollégák között is észlelhető ismét az influenzás megbetegedés, diákok között is, de ugye nem olyan kiugróan magas a hiányzóknak a száma, már 20% alatt van a hiányzók száma, tehát jelenleg nem gondolkodunk abban, hogy továbbra is tanítási szünetet rendelnénk el. A tananyag mennyiséget ugye az órák keretén belül, illetve tanítás után plusz órákon veszik át a kollégák a diákokkal a kieső tananyag részt. Az influenza-szerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma még mindig emelkedik, de már kisebb mértékben, mint az elmúlt hetekben. Erről tájékoztatott a regionális közegészségügyi hivatal. A múlt héten 4300 felső légúti megbetegedést jelentettek a körzeti gyermek és felnőtt orvosok, és ennek bizonyos százaléka volt a 900 körül, amiket úgy jelentenek, hogy a influenza-szerű megbetegedések. Ez még járványszintet jelent. Ha van influenza járvány, akkor általában több hétig, tehát minden évben úgy szoktuk mondani, ez a 4., 5., 6. hét, tehát legalább 4-5 hétig ez azért, ha van járvány, akkor eltart. Az influenza miatt még mindig vannak oktatási intézmények, amelyek zárva vannak. Február 19-e és 23-a között a Smetana-ligeti alapiskolában szünetel a tanítás. Az egészségügyi szakemberek továbbra is felhívják a figyelmet a megelőzésre, elsősorban a gyakori kézmosásra.